Az M44 gyorsforgalmi út megvalósításának részeként elkészült a Lakitelek és Szentkirály közötti szakasz. Az Építési és Közlekedési Minisztérium beruházásának köszönhetően 4,6 km hosszú, 22,5 méter koronaszélességű, 2x2 forgalmisávos leállósáv nélküli autóút valósult meg két híddal. Ez az út egy biztonságosabb, gyorsabb célbaérést biztosít mind az áruszállítóknak, a kirándulóknak, a fővárosba igyekvőknek, vagy éppen Erdély irányában indulóknak. A beruházás során egy komplex és tágas pihenővel kombinált különszintű csomópont valósult meg, közel 75 méter hosszú, kétnyílású felüljáróval. Egy térség, egy város akkor lesz igazán vonzó az emberek és a vállalkozások számára, ha könnyen és biztonságosan elérhető. Ehhez pedig modern utak kellenek. Több tízezer család, több ezer vállalkozás, köztük nemzetközi nagyvállalatok életéről, jövőjéről van szó. Kecskemét és térségének komoly súlya lett az elmúlt 15 évben. Ez a súly munkahelyekben, növekvő bérekben, épülő-szépülő településekben és sikeres vállalkozásokban mérhető. A beruházáshoz számos további fejlesztés is kapcsolódott, abból a célból, hogy a közlekedők a már felújított útszakaszon érjék el az M44-es gyorsforgalmi útról a Kecskemét térségét. A 44-es számú főút felújítása a repülős körforgalom és a Fekete Gólya étterem között 3,4 km hosszban egy új, balra sávos csomóponttal együtt 2022 nyarán valósult meg. A repülős körforgalom kapacitása egy úgynevezett bypass-ággal bővült 2023. szeptemberében. Ez egy új összekötő ágat jelent a 44-es főút és a reptérre vezető út között, így az itt közlekedők nem terhelik tovább a körforgalmat. 12,7 km-es hosszban a 44-es számú főúti csomópont és az épülő M44-es forgalmi út közötti összekötő utak felújítása is elkészült, párhuzamos kerékpárúttal. A 44-es számú főút kereszteződése átépült, egy új, kétsávos turbókörforgalmú csomópont jött létre, kerékpáros aluljáróval. Szintén tavaly adták át a Szentkirály elkerülő szakaszát is, 2,9 km hosszan. Lezsák Sándor országgyűlési képviselő elmondta, hogy 2025. május magasságában az M44-es össze fog érni az M5-ös autópályával. A költségvetésből sikerült úgy kigazdálkodni, hogy ebben, hogy hallhattuk, nincsen uniós forrás. Az új pihenőhely a magyar mélyépítés nemzetközileg is elismert szakemberéről, a 2016-ban elhunyt Mosonyi Lászlóról kapta nevét. Eddig 80 km készült el Békéscsabáig, a mintegy 125 km-es gyorsforgalmi útból.